címe, az utolsó reggel itt Luang Prabangban. 15 óra 50-kor indul a gépünk, tehát 1 órakor bőven ráérünk elindulni a reptérre. Most pedig 10 óra 30 perc van, tehát olyan jó másfél óránk van. Úgyhogy még egy sétát teszünk ismeretlen céllal. A cél az valami olyasmi, amit még nem láttunk, de ezt egyelőre nem sikerült konkrétabban definiálni. Most nem mentünk be, 25 ezerbe került volna 2,5 euróba egy-egy belépő, az összes pénzünk fele elment volna, úgyhogy erről lemondtunk. Wir könnten da wieder runter und da drauf, da ist noch ein Watt und so weiter. Also das scheint mir nicht, also ich weiß nicht, ob man da auch hinten drauf kommt natürlich, aber... És íme, ez a hegytető. Watt ugyan nincs itt, mint ahogy Ralph gondolta, ez valami hotel étterme lehet, de se baj. Attól még jó a kilátás. Tessék parancsolni, itt még szelektív hulladékgyűjtés is van. És íme megtaláltam az első kommunista jellegű plakátot is. Aztán tessék! Ez egy konditerem laoszi módra. Majd pedig ismét egy kenderárubolt. Ezek szerint arra is jó a kender, hogy ilyen táskákat lehet belőle csinálni. És ennyi volt. Egy utolsó pillantás a hotelszoba ablakából, mielőtt útra kelünk a reptér felé. Innen már nagyon felgyorsulnak az események. Megyünk vissza Bangkokba, ahonnan holnap este, illetve inkább éjszaka indul a repülő vissza Dubajon keresztül Budapestre. Mivel pont ebédidő van, én annak rendje és módja szerint meg is éheztem, talán ezen a reptéren még belefér egy ebéd a szűkre szabott költségvetésbe. A kaják valóban nem drágák, de el kell hagyni hozzá a légkondicionált részt, az ételudvar kint van a szabadban levő teraszon, ahol a leginkább most is egy indiai ebédet kívántam meg, és bár ezt így utólag nehéz megállapítani, hozzá valószínűleg egy sört is. Aztán meg is jött a gép, indulhattunk vissza tényleg Bangkokba. És íme, újra a Nantra Hotelben landoltunk. Ez már a másnap reggel, amikor is kis reggae zenére ütöttem el az időt, ami az összepakolás és a hotel elhagyása között maradt. Természetesen még egyszer kilátogattunk egy utolsó reggeli ebédre a kedvenc ételudvarunkba, ahol a szokásos kedvenc menümmel búcsúzom Bangkoktól. Majd, mivel maradt még egy fél napunk, úgy döntöttünk, hogy ismét a Khao San Road, a hátizsákos turisták Mekkája felé vesszük az irányt, ha más nem, legalább ott isszuk majd meg a búcsúsörünket. Jaj, de jó, folyik rólam a víz, még egy pár óra, és
beülök a repülőre, de addig még hagy folyjon. Aztán eszembe jutott, hogy itt van a környéken a Watsaket, a Golden Mount, ahol már mintha 11 évvel ezelőtt jártam volna, tehát azt még simán beiktathatjuk egy utolsó kulturális programként. A Watsaket templom is egy mesterséges hegyre épült, méghozzá nagyon régen. Hogy pontosan mikor, azt nem nagyon lehet tudni, de azt igen, hogy első Ráma király idején az 1700-as és 1800-as évek fordulóján már alapos renováláson esett át. Kereken 300 lépcsőfok vezet fel a tetejére. Na nem, mintha megszámoltam volna, ezt is olvastam természetesen. Mint ahogy azt is, hogy a Watsaket volt amúgy Bangkok krematóriuma is, amikor az 1700-as évek végén egy akkori pestis járvány mintegy 60 ezer áldozatát itt égették el. A hegy tetejére érve kis harangok sokasága várja a látogatót, idefentről pedig valóban csodás kilátás nyílik Bangkokra. Íme! Majd naplemente után tényleg eljött az utolsó búcsú szingasör ideje, és ennyi volt. Nekem el kellett indulnom a reptérre, Ralph a metró megállóig kikísért, ő még egy nappal tovább marad, amíg majd ő is útnak indul vissza Németországba.